nyilvánvalóan szereplési vágyban menedés, Gesztesi Károly megpróbálja ledönteni a kaput, és itt látom Takács Tamás ebben segít neki. Meglehetősen egyoldóak az esélyek. És nyilván sokakban fölmer a kérdés, hogy valaha elkezdődik ez a mérkőzés, és igen, Mária Attila szinte bedobta a kosárra a labdát, amelyet Kovács Ányi nem mellúszással, hanem gyorsúszással szerez meg, és most már újra nála adta, ezen nagyon megrökönyödött, mert úgy gondolta, hogy a ráúszás után hogy lehet egy kerekén. Megpróbál beúszni a középre kifolyamítani, aztán Németh Róbert kapja a labdát, átteszi Marosi Ádámnak, Marosi Ádám lövőhelyzetet, egy tökéletesen megtalálja Takács Szalás, aztán Fenyő Bányi alatta, Fenyő Bányi jobbra teszi. A szűrőző, hogy van! Ennyit arra, hogy milyen egy száruló riport, de most szólni nem tudsz apukám. Na jöhet! Szűrőző át a labdával, édes Istenem! Sóhajtól tulaj irány, hiszen azért ennél egy nagyobb próbatétel elé állították, és hogyha az egyszer megszabó győző próbál egyszer két emberrel lépést tartani, ez hol lehet? Sütöttek volna, hogy ötös a pisztolyt a feje lehet, nem érzékelte, hogy itt valami probléma támad, aztán változatlanul a kezdő ötösök mind a két pályán, Fenyő Iván, a mérkőzés utája, most a Fenyő Iván rendezi kulcsait, legalább azt, hogy lássa, hogy merre kell támadni, övi alapból, mert nem is lehet akár lőni, várja Attila, izgatottan sítor, szújó egy ejtés, Kulai röhögve ré. Gesztesi nem vállalkozik arra, hogy kimozdulja, lehet, hogy széken áll, leteszi középre alatt, tehát aztán nem tud lőni, Szabó Győző takarít, aztán véletlenül eltűnik, de aztán földukkal, a bíró nem tud semmit, nem baj, és ezzel most meg lehet indulni, Takács Tamási alatta, lövőhelyzetbe kerülhet, Takács Tamási Fulanyi, kikorolja a labdát a létszalról. Egyelőre a két kapus bravúrjaiban visszat kintet egy csapat, szűni nem akaró buszítással ellátom természetesen, hát hol a magyar melyet ehhez képes, ami majd ezután jön, lesz egy újabb védése, ezóta a bravúrra kibolyan lövését állít a fejé, és már szújjon ismét. Nem mondom, hogy a láttemből állni passzol sem, nem baj. Meg előre a Kovács Ági, Ági, egy jó hajával, Szabó Győző mellett, Keszes jobbal, nagyon egyszerűen lehúzza, most a fölúszni nem nagyobb, hogy senki, Takács Tamási alatta, úgy látom, hogy sorokat fognak cserélni, de egy kicsit a csíme, de ez lövő helyzet. Na nézzük, mi lesz, Kára Szélo Lóvát, de mindegy, hogy van! Nem meghazudtolva a hálóba ő és a Kamilla Kárté egykori nagyszerű főszereplője, most is főszerepet játszik. A csereknek az a rettenetesen nagy hátránya, hogy közben az idő marhára megy. Így aztán tulajdonképpen kidobja a labdát, onnan vezetnek a színészek, és most már négyes számmal ott nem tudom, Eszegi Gacsi, hogy gondolta, hogy onnan kivéni, minden esetre, persze a mezőnyjátékosok száma megvolt, tehát Mihály Márton nem volt a kapuba, nem lehet egy ekkora klasszis, míg Eszegi lehozni rögtön az elején. Egy-egynél, ismételten nem tudom, keresztbe kell játszani, ez még hosszába is egy hosszú passz lett volna, aztán pályán kívülről, kaotikus viszonyok között még 20 másodperc hátra van, és ez elég lehet a sportolóknak Tibor ellenőre dobja a labdát, nem tudom, az ötössel beledugom a póló és bejönnek, csak a futással kombinálják majd a lövészetet. Egy újabb lehetőség, gyönyörű védés, tapsoljuk meg még valami látom, egy ismétlés, és még, van 7 másodperc. Még benne ott a Kárászéva, hogy megszoltotta magát, 3 másodperc, egy lőni kell, nincs tovább. Akkor, amikor Takács Tamás rálövi, véget ér az első félidő, 1-1-es békés, Bundai Izumi mérkőzésnek tűnik,
is csak jelen értünk. Együtt nagyon jól megértek a sportolók is, meg a színészek is, mert nem kellett sokat húzni, most itt ott keresztbe kell menni, hogy mindenki elfoglalja a helyét. Legalább a padon. Egyébként úgy csak kérdezi, várja a pillanat, hogy mikor lehet cserélni és menni. Hát azt hiszem, nagyon sokat és szinte mindig. Egy picit bővült a létszám. Mennyi mutatja Székely Csücsú? Nem állj. Geszesi Károly közben megmutatta felső testét, majd kapcsol képe. De hát látszik a dolatás is. Itt most a tapján van a félelem, mennek többen is a labdáért, elég szomorú gyorsúzás továbbsági részéről, elhozza a labdát, kicsit gyorsabban, mint akár család, aki hibás akkordot kaphatott. Gyorsan Fábián László félfejjel kín a vízben tovább Marosi Ádámnak a labdát. Továbbsági. Pillanatilag úgy veszem észre, hogy mintha emberelőre játszolának a kék sapkások, hiszen ők hatal vannak, meg a kapus, hát mindegy, most már egy ember eltározott, Fábián lő, és ezt könnyűszerrel végig. A kapuvédő, aki idézésen szerint maradt még, amit látott, jöhettek előre most. A teljes szakácsok, Tokács Szalácsi alatta. Tokács Szalács fejti középre. Ez büntető gyanús. Egyelőre Csakóvikos elősülik, és büntető is ide a játékvezető. Hossz volt, tehát pedig el fogják küldeni a kis kattal, ha ilyen lehet, is elreklamál. Kicsikrem a játékvezető, hogy már életében nem látott volna bizonyos a meccset, ez nem baj, tehát őt jelölték ki erre. Fábián a saját kapuja felé lő majd. Eltüntetni takással a vidat, és ha mindig így a fenyő Iván maradott, aki megpróbálja megbeszélni az ellető kapusával a tovalője, fenyő Iván lő, nem, és hátra felé lőni, óriási. Kisodották a kezéről, olyan növés fulai vér. Fábián nagyon kis surk is volt. Na most ezek, le kéne nyomni már őt is a víz alá. Hol tartunk? Az úrra nem indult el. Itt most már amíg élet, mindenki adni játszunk. És egyelőre mindenki. Ha jól látom, Kársás, nem Takás Tamás az. Ő kapufa. Mozgás alapján összekeverte a két fiút. Fábián László elő, Lecsi Kuskács módjára, ez akár helyzet is lenne, ha nem nála lenne ott, de sajnos nála van. Így aztán természetesen a gól elmarad. Legyen Iván teszi tovább alatt, tehát Kárházi írónak. Körben nézd, visszateszi Legyen Ivánnak, egy kétes méter zátra. Lehet lőni, kapufára kipatalatta, és megnyújtsa a Kovács Ági. Ödé a lapa. Kovács Ági, nem bántjuk, mondom, nem bántjuk. Fenyegantán nem életlenül fogta meg, Kovács Ági életlenül, tovább teszi középre, Bozma Gyuriál, még egyel tovább, Marosi Ádám, őrzi az egyéket a sportoló csapata, és vízi legendás előzőtétében egy több szintén Fábián részéről nem sikerül. Így aztán már fordul, hát fordulni, elméletben lehet fordulni, Takács Tamás, nagy levegőt vesz, nagyon-nagyon reménykedtek a színészekre, azt hiszem szújó most nincsen, Kárászé alatta, még egyel tovább, Takács Tamás, Kulai szabálytalankodik, 5 méteres, és közben jelzik, várja ki, hogy ez büntető, és mivel a szülő lejárt a büntetőt, megítélték, ezen a büntetőn dől el a mérkőzés sorsa. Ha bemegy, 2-1-re nyernek a színészek, ha nem megy be, akkor 1-1 marad, és majd a 80 centis gyerekkelencével lehet folytatni. Takács Tamás vállalkozik. Most kéne lőni, lövés. Valamiért a zsűrgasszal nem volt szimpatikus. Szerintem a pillanatban, mintha krokodilok jelennének meg. És megszorol a bruma is. Híjasszám. Érkezik a zöld csapat. Hármas se valami bátor. Egymás elé által láthatóan éhesek. A közösség megörködése után vastagban tört is pontára. És ezzel jöttem a mérkőzések vége. Egyébként. Egy pillanatban a kovácsági
a közönség mindenki a autógramot akarnak, a leérték is. Annyira előveszünk magukat, hogy gyakorlatilag mindjárt megyünk is haza és megcsinézzük a magyar németet. Thank you.